Úgy tűnik, a magyar ellenzék tanult a 2018-as hibákból, akkor ugyanis nem volt minden szavazókörben ellenzéki szavazatszámláló. Most viszont a borsodi időközi nagyon figyeltek, hogy minden szavazókörbe jusson valaki. Itt a Mezőzombori Általános Iskolában Fekete Győr András az egyik ellenzéki delegált. Én még azon emberek közé tartozom, akik egy polgári demokráciában szeretnénk élni, aminek az alapja az, hogy amikor választást tartunk, az tiszta, az átlátható és az fair. És a szavazatszámláló pedig az az ember, aki ezt biztosítja és garantálja a jelenlétével. Beszéltünk a Jobbik kampányfőnökével, és ő azt mondta, hogy itt Zomboron, Mezőzomboron itt többször volt már láncszavazás vagy buszosztatás, és az én jelenlétem az elrettentő hatású lehet. 17:30 jöttünk, 18:00 nyitottunk, és 18:30 bezárólag egy tömeg érkezett, több kis busszal. Csináltam is róla a felvételt, a sofőröket megkérdeztem, hogy mi történik itt, ők azt mondták, hogy mennek majd a szőlőbe, mennek majd szüretelni. Most ezt vagy elhiszi az ember, vagy nem. Tehát én ezt már innentől kezdve nyomozni nem tudom, de ez mindenképp gyanús volt. 22-re már készülünk mi is, meg a többi ellenzéki párt is, hogy az a 22 000 szavazókörű delegált az meg legyen, ami kell. Ugye mindenhova kettő. Azért az ellenzéki összefogásnak egy elég erős próbája, hogy a kormánymédia ugye előtúrta a Bíró Lászlónak korábbi antiszemita kommentjeit. Nem volt egyszerű lenyelni, és beállni azért volt egyszerű, mert akkor még nem tudták sem a Momentum, sem a többi párt, hogy mit kell lenyelnie. És aztán ezzel szembesültünk, és az egy nehéz helyzet volt ugye dönteni, hogy maradjunk, vagy meghátráljunk, vagy kiszálljunk az egész mögül, és úgy döntöttünk, hogy a kétharmadról van szó, a Fidesz kétharmadáról van szó, kevés idő van a kampányig, úgyhogy beleállunk.